Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Az országban elsőként Kaposváron indult el a használt sütőolajházhoz menő gyűjtése. A volt köztársasági elnök Áder János szerint ez hatalmas eredmény. A korábbi államfő ma a Kodály Zoltán központi általános iskolát is meglátogatta. Ott egy víztisztító berendezést adott át az intézménynek. Több település időseit köszöntötték nemrég Bárdudvarnokon. A nyugdíjasok közösségének a fiatalok adtak műsort, volt zene és tánc is. Jó estét kívánok! Kaposvár ismét példát mutat. Ezt Áder János korábbi köztársasági elnök mondta ma annak kapcsán, hogy az országban először városunkban indult el a használt sütőolaj házhoz menő begyűjtése. Külön edényt kapnak a családi házak és a társasházak is. A cél, hogy a vizet és a környezetet szennyező olaj ne a csatornákba kerüljön. Már ma sorok álltak a regisztrációs pultnál, ahol a gyűjtőedényeket lehetett átvenni. Nagyon vártam már, mert nagyon sok olajat használok, sok sütés van nálunk, főleg amikor a gyerekek itthon vannak, és már nagyon sokat összegyűjtöttem. Ilyen szűrővel is felszerelt 3 literes edényt kapnak a háztartások, amelyet havonta ürítenek, és ilyen 60 literes konténer kerül majd a társasházakhoz. Utóbbiaknál egy csíp jelzi a szolgáltató felé, ha kezd megtelni, és akkor mennek majd érte. A mozdulat az arról szól, hogy az étolaj, használt étolajat nem a lefolyóba öntöm, hanem ebbe a tartályba. Ennyibe kerül csupán az, hogy egy csepp étolaj ne szennyezzen be 1000 liter vizet, mondta a korábbi köztársasági elnök a mai programindítón. A gyűjtéssel pedig nem csak a vizeket és a csatornákat óvjuk, hanem segítségével újrahasznosítható anyagot is nyerünk, tette hozzá Áder János. Hogy az imént mondtam, 3 legyet tudjunk ütni egy csapásra, ahhoz ilyen kezdeményezésekre és ilyen elkötelezett városokra és városvezetőkre van szükség, olyan városokra, mint Kaposvár, és olyan városvezetőkre, mint Szita Károly. Én nagyon örülök annak, hogy Kaposvár ismét példát mutat. Kaposváron nem csak beszélünk róla, hanem teszünk is környezetünk megóvásáért, sorolta a város eredményeit Szita Károly polgármester. Építettünk egy hulladékkezelő központot a hulladék feldolgozásával, házhoz menően gyűjtjük Kaposváron az érthető, hogy a kommunális hulladékot, házhoz menően gyűjtjük a szelektív hulladékot, éves tekintetben 17-szer házhoz megyünk, a zöld hulladékért ebből komposztot csinálunk, hulladékudvart működtetünk, a kaposváriak 1 tonna per év mennyiségig ingyenbe vihetik a hulladékudvarba a szemetet. Magyarországon ma évente 90 ezer tonna használt sütőolaj keletkezik, ennek nagy részét a MOL csoport gyűjti be az ország 4000 pontján. 5 évvel ezelőtt, amikor ez az eszme megszületett, akkor körülbelül a 6 tonnányi volt az a anyag, amelyet sikerült összegyűjteni. Ma 12 ezer tonnányi használt sütőolajat fogunk gyűjteni össze. Ezt egy egyedülálló technológiával, komáromi üzemükben üzemanyaggá alakítják át, így hasznosítják újra a teljes mennyiséget. Víztisztító automatát nyert egy környezetvédelmi pályázaton a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola. A berendezést Áder János, egykori köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke adta át az intézménynek. A gyerekek az automata mellé kulacsokat is kaptak. Ezt a víztisztító automatát nyerte meg a kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola. A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány Töltsd újra címmel indított egy pályázatot, melyre az intézmény média szakkörös diákjai egy az egészséges életmódról szóló kisfilmmel neveztek. A berendezést, amely szűrt, hűtött, friss vizet ad, Áder János az alapítvány kuratóriumi elnöke adta át. Az egykori köztársasági elnök kiemelte, a kampány egyik célja az, hogy PET-palackmentessé váljanak az iskolák. Ezek a PET-palackok aztán a napsugárzás hatására elkezdnek széttöredezni, mikroműanyag lesz belőlük, és előbb vagy utóbb az emberi szervezetbe kerülnek. Tehát lényegében magunknak okozunk kárt. Természetnek, a környezetnek és magunknak okozunk kárt, tehát ezért kellene minél kevesebb PET-palackot használni. Azt szoktuk mondani, hogy 5 másodperc egy PET-palackot legyártani, 5 percig használjuk, de 500 év, amire lebomlik.
A Kodály Zoltán Központi Általános Iskola a kaposvári oktatási intézmények között elsőként nyerte el a berendezést. A Kodály iskolában mindig is fontos volt az egészséges életmódra nevelés, ezért is csatlakoztunk az egészséges Kaposvár mozgalomhoz. Ezt az automatárt azért is becsüljük, mert a gyerekek megdolgoztak érte, a média szakkörösök filmet készítettek az egészséges életmódról, az egészséges ivóvízfogyasztásról, ezt feltöltöttük a Kékbolygó Alapítvány honlapjára, mint egy versenymunkát, és ezzel nyerték el a gyerekek ezt a víztisztító berendezést. A felnövekvő generációnak is fontos már a környezetvédelem, így próbálják beépíteni ezt a mindennapjaikba is. Aki csak teheti, az szerezzen be akár víztisztító kancsót, vagy bármit, amivel meg tudja tisztítani a csapvizet, mert tényleg sokkal egészségesebb, és hosszú távon meg, jobban meg is éri, mint hogyha csak akár a sima ásványvizet lekapni a bolt sorairól. A gyerekek egy-egy kulacsot is kaptak ajándékba. A gazdák likviditási helyzetének romlása miatt a fémzárolt vetőmag felhasználás csökkenésére számítanak a szakértők. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara azonban nem javasolja, hogy ezen a költségen spóroljanak a termelők. A fémzárolt vetőmag ugyanis hatósági oldalról is nyomon követett, ismert és biztos eredetű szennyező anyagoktól és gyomoktól mentes minőségi szaporítóanyag. A magyar vetőmag egyébként a világ élvonalába tartozik, évente 210 000 tonna jut belőle az exportpiacokra, ami 60% körüli arányt jelent. Nemrég adták át az új egészségházat Kadarkuton, de ezzel még nem értek véget a fejlesztések. A közeljövőben parkolók épülnek a városban, megújulnak a csapadékvízelvezetők és parkosítanak is. Korszerűsítik a buszváró épületét is, akárcsak 200 millió forintból a település művelődési házát. Energetikai korszerűsítés kapcsán a projekt során az elavult nyílászárók cserére kerülnek, hőszivattyús fűtési rendszer kerül kiépítésre, és a teljes hőszigetelése megvalósul az épületnek napelemes rendszer telepítésével, illetve az utcafronti rész is meg fog újulni egy függönyfalas, korszerű, modern bejárata lesz a művelődési háznak. 5 tűzesethez és 21 műszaki mentéshez riasztották a hétvégén a somogyi tűzoltókat. Tabon egy raktárban kigyulladt egy kombájn, a tűz több gépet, több tonna vetőmagot és műtrágyát, valamint egy 1000 literes üzemanyagtartályt is veszélyeztetett. Ám az egységek gyors beavatkozásának köszönhetően a lángok nem tettek kárt az ott tárolt anyagokban. A tűz keletkezésének okát a szakértők eljárás keretében vizsgálják. A 68-as főúton Mesztegnyő közelében 2 személyautó karambolózott. A baleset következtében az egyik gépkocsi az árokba csapódott. A mentők összesen 3 sérültet szállítottak kórházba. Balcs határában a Bóktónál pedig egy horgász esett vízbe. A segélykérő nem tudta megmondani a pontos helyszínt, ezért a tűzoltók és a rendőrség közösen kereste meg a bajba jutott férfit, akire egy stégbe kapaszkodva találtak rá. A lánglovagok a mentés követően a horgász csónakját a partra vontatták. Veretlenül, szetveszteség nélkül vezeti az élvonal tabelláját Kaposvár férfi röplabda csapata. A BL szereplésre készülő együttes legutóbb az újonc Dunaújváros gárdáját vektette Kétvárra, mindjárt megmutatjuk. A pedagógusok mentális egészségével foglalkozott az a szakmai konferencia, melyet az Oktatási Hivatal Kaposvári Központja szervezett meg a múlt héten. A programon szakpszichológus és életmód tanácsadó is tartott előadást, emellett az érdeklődők kerekasztal beszélgetéseken és egy vitaszínházon is részt vehettek. 6. alkalommal rendezte meg a Kéklevél Fókusznap elnevezésű konferenciát a Kaposvári Pedagógiai Oktatási Központ. A Klebersberg Középiskolai Kollégiumban délelőtt előadások, délután kerekasztal beszélgetések várták a pedagógusokat. Az egyik téma az egészségértés volt. Ennek lényege, hogy előbb értékeljük életmódunkat, majd változásokat indítsunk el.
A probléma megoldó képességünk és a megküzdési stratégiáink nincsenek a helyükön. Ezeknek a stratégiáknak az alapja a mi evolúciós parancsunk. Ez az üss vagy fuss. Tehát mozgás nélkül biztos, hogy nem tudjuk megoldani a stresszt. Nagyon sok stresszt levesz a vállunkról a rendszeres testmozgás, a sport. A másik oldala pedig a kognitív módszer, tehát ugye ismerem az életemet, ismerem magam, és akkor fölteszem magamnak a kérdést, hogy érdemes nekem ebbe belehalni, érdemes nekem egy rossz munkahelyen ott maradni, érdemes nekem egy rossz szomszédot elviselni. Erre szoktuk azt mondani, hogy rugalmasan kell alkalmazkodni. Tehát az én életemet én akarom irányítani. Beiratnád-e a gyermekedet abba az iskolába, ahol tanítasz? Üljön ide, aki beiratná, és ide, aki nem. A szervezők egy úgynevezett vitaszínházat is bemutattak. Vitaszínház keretei között próbálunk meg foglalkozni azzal, hogy a pedagógusok lelki egészségért mit tehetünk mi, mit tehetünk mi önmagunkért és egymásért. Természetesen ez nem egy ilyen prezentációs jellegű oktatás lesz, hogy én kiállok és majd elmondom, hogy szerintem mi a jó, hanem nagyon hiszek a horizontális tanulásban, és a vitaszínház erre szerintem egy jó alapot ad. Tehát mi sarkos helyzeteket, izgalmas kijelentéseket, kérdéseket hozunk, ami kapcsán egy moderált vita lesz majd a résztvevők között, tehát ez egy részvételi program, és mindegyiket fölvezeti majd egy színházi jelenet. A résztvevők azt mondták, nagyon sok hasznos információval és módszerrel lettek gazdagabbak a szakmai nap alatt. Milyen jók ezek a témák, milyen aktuálisak, mennyire jól fel tudjuk használni, és milyen jó találkozni. És itt a szünetekben nagyon-nagyon értékes szakmai beszélgetések is alakulnak ki, és nagyon örülünk egymásnak. Tehát közösségépítő is szakmailag, és pszichésen is előrevívő rendezvények ezek, és nem véletlenül ez a nagy érdeklődés rá. A fórumon szóba került a diákok és a pedagógusok testi-lelki jóléte, valamint a szülőkkel való kapcsolattartás, illetve kommunikáció is. A hétvégén véget ért a Balatonon a menetrendi hajózás, de néhány sétahajóval még lehet utazgatni a tavon. A szolgáltató tájékoztatása szerint az őszi szünetben Siófokról és Balatonfüredről is indulnak járatok. November közepén és december elején pedig programhajókra lehet jegyet váltani. A kompok továbbra is 40 percenként járnak Szántód és Tihany között reggel 6 óra, 40 perc és este 19 óra között. Ötödik alkalommal szerveztek Móci Fesztivált a hétvégén a Balatonlellei Kishegyen. A gasztronómiai program népszerűségét jól mutatja, hogy az esős idő ellenére is rengetegen kóstolták meg a térségi nedüket és a finom falatokat. A rendezvényen 13 pincészet, 12 étterem, egy mindenmentes cukrászda és egy pálinka manufaktúra kínálta portékáit. A szervezők célja egyfelől az volt, hogy az idegenforgalmi főszezon után is sokakat csábítsanak a tóhoz. Másrészt az őszi Balaton értékeit is szerették volna népszerűsíteni. Október az idősek hónapja, ebből az alkalomból Bárdudvarnokon is köszöntötték a szépkorúakat néhány nappal ezelőtt. A szervezők vidám műsorral, vacsorával és táncos mulatsággal kedveskedtek a nyugdíjasoknak. Óvodások és kisiskolások változatos műsorral köszöntötték pénteken azt a több mint 100 nyugdíjast, akik részt vettek a Bárdudvarnoki találkozón. Szerintem rendkívül fontos, hogy emlékezzünk rájuk, tartsuk velük a kapcsolatot, és örüljünk neki. Igazából az, ami most van, azt mind nekik, az ő munkájuknak köszönhetjük, és nekünk ezt kell továbbvinni. Ezt kell továbbvinni, fejleszteni, és utána majd nekünk ezt kell továbbadni a gyermekeinknek. És ezért szerintem minden tiszteletet és megbecsülést megérdemelnek. A zselici település nyugdíjas közössége nagyon aktív. A sok közös programokán a környékbéli falvakból is sokan csatlakoznak hozzájuk. Általában főzni szoktunk, azt nagyon szeretik a főzést, akkor van a különböző torna, különböző délutáni foglalkozások tulajdonképpen, amit ének, beszélgetés, amit el szoktunk csinálni, és nagyon mindenkik szeretik, vidékről is járnak, Zseliszkisfaluból is jönnek, Szennából is jönnek emberek, és mindenki így szeret lenni nálunk. Mi sokan vagyunk itt. Én azt gondolom, hogy ez az összejövetel, meg ez a csapat, aki úgy összejön, ez egyfajta magot képez itt a faluba, mert az összes rendezvényen, minden ilyen szervezet összejövetelen jelen vagyunk, és próbáljuk emelni a rendezvények fényét.
A mostani rendezvényre sok fiatal is elkísérte nagyszüleit. Hírműsorunk végén sport, negyedik bajnoki mérkőzését is szetveszteség nélkül nyerte meg a Fínó Kaposvár férfi röplabda csapata. Az együttes az Extra Liga legutóbbi játéknapján az újonc Dunaújváros együttesét győzte le. A rekordbajnok ezzel 100%-os mérleggel vezeti a pontvadászatot. A hétvégén ismét egy újonc együttessel, a Dunaújvárossal csapott össze a címvédő Fínó Kaposvár az Extra Liga negyedik fordulójában. A vendégek eddig még nyeretlenek voltak, és a tabella utolsó helyén álltak. A hazaiak félig már az előttük álló bajnokok ligája selejtezőre tartalékoltak, így a kisebb sérüléssel bajlódó játékosok nem is játszottak, de Baróti Árpád is pihenőt kapott. Az ömében 17-20 éves játékosokból álló Dunaújváros így sem tudta felvenni igazán a harcot a Finóval. A hazaiak 6-2-re elhúztak, és a vendégek hiába használták el már a második időkérésüket is 17-10-nél, de a Kaposvár lendületét ezzel sem tudták megtörni. A szett végén Iván Bence szerezte az utolsó pontot, amivel 25-14-re nyerte meg a játékrészt a Finó. A folytatásban a Slobodan Prakjačić egyre több lehetőséget adott a fiataloknak is, és minden poszton próbálta rotálni játékosait. Habár olykor szép megmozdulásokat is lehetett látni a dunaújvárosi fiataloktól, a házigazdák így is domináltak. Egy-két alkalom volt, amikor a vendégek feljöttek egy pontra, de az egyenlítésre így sem volt esélyük. A Finó összességében a második és a harmadik szettet is magabiztosan hozta. A meccset a somogyiak mindössze 17 éves feladója, Lacó Bálint zárta le egy pimasz megoldással, a Kaposvár pedig elkönyvelhette negyedik meccsén a negyedik 3-0-ás győzelmét is. Minden elismerésem a Dunaújváros csapatának, mert hősiesen küzdöttek, de azért örülök neki, hogy kijött a különbség a két csapat között. Látszott, hogy azért uraltuk a mérkőzést, talán a második szett volt egy picit, ahol mondanám, hogy kényelmesedtünk, de inkább az volt, hogy egy picit lelankadt a figyelmünk, több hibát vétettünk, felzárkóztak egy picit, de ott sengettük ki úgy a mérkőzést a kezünkbe, úgyhogy örülök neki, hogy végül is 3 szettbe ezt le tudtuk zárni. Sokkal több volt ebben a mérkőzésben, mint amennyit kiadtunk magunkból. Talán a második szett volt az, amelyik kézzel fogható lett volna, hogy egy 23 körüli vagy egy szettet lehet, hogy tudtunk volna csípni, de ez nem a Kaposváron múlott, hanem mind a 3 szett rajtunk múlik. Ha úgy játszottunk volna, olyan elánnal játszottunk volna, mint ahogy a TFL-le játszottunk a héten csütörtökön, akkor nem hiszem, hogy alárendelt szerepet játszottunk volna ezen a mérkőzésen. A hazaiak két húzó embere, ezúttal Kalmár Ákos és Hubicska Patrik voltak, mindketten egyaránt 15 pontig jutottak. A Finó 4 forduló után 4 győzelemmel szettveszteség nélkül vezeti az Extraligát. A Kaposvári együttestre legközelebb a hétvégén a Bajnokok Ligája selejtezőiben várnak mérkőzések Bulgáriában. A ritmikus gimnasztikázók 23. Pécs kupáján is remekeltek a kaposvári LSZCS tehetségei. Ezen a rangos nemzetközi versenyen 7 ország 22 klubja vett részt. A viadalon 240 egyéni induló mellett 15 csapat mérte össze egymással a tudását. A Somogyi Egyesület minden korosztályban indított első osztályú kéziszer csapatot, és mind a 4 korosztályban fel is állhatott a dobogó legfelső fokára. A részletes eredménysort megtalálhatják internetes oldalunkon a kapos.hu-n. Főbb híreink még egyszer röviden. Az országban elsőként Kaposváron indult el a használt sütőolajházhoz menő gyűjtése. A volt köztársasági elnök Áder János szerint ez hatalmas eredmény. A korábbi államfő ma a Kodály Zoltán központi általános iskolát is meglátogatta, ott egy víztisztító berendezést adott át az intézménynek. Több település időseit köszöntötték nemrég Bárdudvarnokon. A nyugdíjasok közösségének a fiatalok adtak műsort, volt zene és tánc is. Gázszünet lesz holnap Párkaposvári utcában. A szolgáltató ugyanis rekonstrukciós munkákat végez a hálózaton. További részletek internetes oldalunkon a kapos.hu-n. 7:30-kor új adással jelentkezik kulturális magazinunk a Génius, 8:30-től pedig a vasárnapi református istentiszteletet nézhetik meg felvételről. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapospont után már is jön az időjárás jelentés.
Változékony időszak kezdődött ma térségünk időjárásában, így holnap is gyakran lesz erősen felhős az ég, közben azonban több-kevesebb időre a nap is kisüthet. Szórványosan eső, zápor is előfordulhat. A hajnali órákra 10-12 fokig hűl a levegő, helyenként köd is képződhet. A nappali hőmérsékletek 18-21 fok körül alakulnak. Pénteken eleinte több felé várható eső, zápor, majd a délutáni órákra valószínűleg csökken a csapadékhajlam és felszakadozik a felhőzet. A változó irányú szél megerősödik. Kora reggel 10-12 fokot, napközben 15-18 fokot mérhetünk. Aztán szombaton még marad a változékonyság, majd vasárnaptól néhány nap csendesebb, frontmentes idő következik. A hőmérsékletek végig az átlagos felett alakulnak. Az időjárás jelentés támogatója a Bold Ingatlan Kft., a Dési Huber utcában igényes kivitelben épülő 30 lakásos társasház ingatlanjainak értékesítője.